Jótékony céllal gyűltek össze a bátaszéki futballpályán a játékosok és a szurkolók szombaton. A magas kockázati csoportba eső leukémiában szenvedő Ács Katrina javára szervezett edzőmérkőzést a Bátaszéki Sportegyesület. A bátaszéki származású család számára minden ilyen támogatás az esélyt jelentheti arra, hogy a 6 éves kislány megkaphassa a gyógyulását elősegítő kezelést. Az apropója tulajdonképpen egy adománygyűjtés a kislányom részére, ahhoz, hogy ő meggyógyulhasson, külföldi kezelésre van szükségünk, ami elég erős anyagi vonzatot visz maga után. Volt már egy előző mérkőzés, az ötletgazdája Gerjéni polgármester volt, hogyha jól tudom, és itt a srácok bátaszéken kicsit ezen felbuzdulva felajánlották, hogy esetleg összehoznának egy hasonlót. Amikor Zoli megkeresett minket ezzel a jótékonysági célú kérésével, ugye természetesen azonnal nyitott kapukat döngetett, mint a vezetőség, mint a szurkolók, mind a játékosok részéről. A játékosok egyébként összebeszéltek, tehát én akkor kapcsolódtam már be, amikor ők ugye erre már azt mondták, hogy igen, és ugye elkezdődött az ellenfélnek a keresése. Én annyiba tudtam segíteni a Zolinak, hogy a plakátokat megterveztem neki, és mint az egyesületünknek az elnök helyettese, tényleg gyorsan futottunk egy-két kört, pálya, rendezés, időpontok, stb. Tehát, hogy tényleg itt minden rendben legyen. És amerre mentünk, ahol tettük a plakátokat, ahol mondtuk, hogy ez az esemény lesz, ott mindenhol természetesen pozitív dolog jött ki. Én nem emlékszem, hogy Bátaszéken mostanában lett volna egyébként ilyen, de én úgy érzem, hogy ha lett is volna, és mondjuk ez az esemény egy rákövetkezendő, mondjuk következő évben van, akkor is szerintem ugyanaz az összefogás, hiszen ez most egy olyan cél, ami szerintem összekovácsol mindenkit. Mindegy, hogy milyen futballszurkoló, tolnai, vagy bátaszéki, vagy éppen honvéd, vagy fradi, vagy újpest, tök mindegy, szerintem ilyenkor le kell jönni, és segíteni kell ezt az eseményt. Én arról az oldalról is megközelítenem a dolgot, hogy ugye szülők vagyunk, és van olyan szülő az én környezetemben is, akinek tartósan beteg a gyereke, tehát mi tudjuk, hogy mi az, hogy valakinek egy nagy segítség kell. Most azt kell mondani, hogy hál' Istennek nem kell minden nap ilyen dolog miatt összefogni, de amikor össze kell fogni, akkor szerintem tényleg egységben az erő is össze kell állni. Most az, hogy van, aki munkával, van, aki szervezéssel, van, aki pénzzel segíti ezt a dolgot, szerintem az már teljesen mindegy. A mai mérkőzéstől én igazából azt várom, hogy egy nagyon sok gólos, közönség szórakoztató játék legyen, amin tényleg az dominál, hogy egy bizonyos célért jöttünk most le, és nem azért, hogy két Tóna megyében azt mondhatom ősi ellenség, ellenfél egymásnak feszül. A csapatok is barátságos, jó hangulatú edzőmeccsre készültek. A mai mérkőzés ez tényleg ilyen jótékonysági mérkőzés, az eredmény szerintem itt mellékes, de nyilván az én csapatom az most erősebb, egyértelműen győzelmet várok. Július 7-én kezdtük heti 4 edzéssel plusz egy mérkőzéssel, most a második héten vagyunk túl. Örömteli hír, hogy időnként 22-en, 23, sőt volt olyan is, 24-en voltunk edzésen, tehát fűti a becsvágy a fiúkat, úgyhogy mindenki szeretne játszani, és ennek nagyon-nagyon örülök. És rá meg is lesz az eredménye. Tavaly nyáron, ugyanebben az időben mindig próbáltam beléjük beszélni azt, hogy én munkamániás vagyok, és a munkának mindig megvan az eredménye, és az őszi szereplésünk ezt igazolta is. Tavasszal viszont az alapozásunk ez nem úgy sikerült, és akkor meg is mondtam a fiúknak, hogy itt baj lesz. Hát az első meccsen Tevel ellen X-eltünk, valami buta hiba miatt. A másodikon meg itt a Majostól, mondjuk ott ki lehet kapni egy csapattal, aki följött, de hát máskor egyébként meg szoktuk verni. Tehát most így sikerült. De ez a múlt. De most a szakosztállyal közösen kialakítottuk azt a tervet, hogy az idén ősszel az első 5 valamelyikében szerepeljünk. Tudjuk azt, hogy környező csapatok, gondolok itt Gerjenre, Bölcskére, ezek nagyon megerősödtek, megtalálták a pénzes embert, de hát én ezzel úgy vagyok mindig, hogy ez olyan, mint a lufi. Hirtelen fölfújják, azt olyan gyorsan le is enged. Mi szépen, komótosan
megpróbáljuk a fiatalokat beépíteni, és szerényen a földön járni. Ugye jótékonyság mérkőzésre hívtak minket a bátaszékiek, aminek örömmel igent mondtunk, természetesen mi is szeretnénk segíteni, ahol tudunk. Ezen a héten kezdtük el a felkészülést, úgyhogy még elég fokies a csapatunk, és a játékunk még nem állt össze, de edzőmérkőzésen mindenképp szeretném felmérni azt, hogy a keretemben az új játékosok mit tudnak. Nincs célkitűzve mai mérkőzésre, ez csak egy edzőmérkőzés. Tehát ebben nem indulunk ki semmiből. A csapatomnak nagyobbik része hiányzik, én elég fokiesen vagyok. Azokat a játékosokat, akiket újonnan igazoltam, és akik újra kezdtek esetleg a focit, régen láttam őket játszani, arra vagyok kíváncsi, hogy ők mit tudnak, milyen állapotban vannak, és hogy folytassuk a felkészülést. Ugye volt egy időszak, amikor nem lehetett abszolút edzeni, és ugye félbe szakadt a bajnokság, ez senkinek se jött jól, mindenki hiányolta, hogy nem lehet csoportosan edzeni, mérkőzéseket játszani. Ez látszik is egy jó pár játékoson, aki azóta is nem sikerült formába keveredjen, de majd dolgozunk a felkészülés alatt azon, hogy ez megváltozzon. Mi visszaneveztünk a megye másodosztályba, a megye egyes csapatunknak a teljes kerete az szélnek lett teresztve, eligazoltak, úgyhogy visszaigazoljuk a tolnai fiatal játékosokat, és ővelőlük szeretnénk hosszú távon erős csapatot felépíteni. A végeredmény nem okozott meglepetést, a jótékonysági mérkőzést a bátaszék nyerte. Ahogy azt a szervezők várták, közönség szórakoztató, sok gólos játékot produkáltak a csapatok, a találkozó 8-1-jel zárult.